Szeretettel köszöntöm a magazin nézőit. A mai sajtótájékoztatónak a témája a megyében élő közutaknak, vagy megyében lévő közutaknak a felújítás és az itt élő emberek közlekedési biztonságának az erősítése. A számos lehetőségünk lesz a következő szakban megye útjait rendbe tenni. Vannak a top források, amelyekről épp most tartottunk sajtótájékoztatót, és ami neki vezér beruházása a Kölest-Paksi összekötő útnak a felújítása, de hamarosan a Tolna megye Fideszes országgyűlési képviselői megkeressük a kormányt, illetve már informálisan kezdeményeztük a kormány felé azt, hogy a PAK 2-vel kapcsolatosan mi szeretnénk Tolna megye számára egy közlekedési infrastruktúra így csomagot kérni, amely mintegy 12 milliárd forint értékben, jellemzően a kelet-nyugat-nyugat-keleti, de a Paksot érintő összekötő, illetve gyűjtőutaknak a felújításáról fog majd szólni. Itt gondolok arról adott esetben Bogyiszló-Tolna, vagy Sárszentrőnc-Nagydorog Paks, vagy a Németkér Paks útszakaszok, amelyet is baleset veszélyesek, és én azt gondolom, hogy ilyen mértékű beruházásnak a jelenlét, ami a több évtizedre meghatározott a térségünknek a jövőjét, elengedhetetlen a térség útjainak a felújítása nélkül. Erre lehetnek Európai Uniós források, hazai források, de a beruházással kapcsolatos egyéb források is. Jó napot kívánok, üdvözlöm a 3K magazinnak a hallgatóit. A mai sajtótájékoztató a 2016 évi komplex útfelújítási programnak a keretében zajlott, ami azt jelenti, hogy országos szinten 69 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló 444 kilométer főúti, illetve 119 kilométer mellékúti projektek valósulnak meg, ami a megye életében 4,8 milliárd forintos összegből közel 50 kilométer útszakasz, 31 kilométer főútvonali, illetve 19 kilométer mellékútvonal újul meg. Ennek a része a Paks-Kölesd összekötő útnak a felújítása is. Mindezek a környezetvédelemre is hatással vannak. Igen, nyilván mivel az útfelújításoknál nem csak magát az útburkolatot, illetve a vízelvezető rendszereket érinti, hanem a környező út tartozékokat, illetve az út mellett lévő erdősávokat, illetve cserjéket érinti. Nyilván ezeket is a felújítási program során ezeket rendbe rakjuk, ahol kell telepítünk. Ennél a projektnél az erdősávok kitisztítását követően, illetve az ívkorrekció vagy a csomópontok átépítés követően több mint 200 fa kerül visszatelepítésre. Ennek a mindennek a kommunikációja azt hiszem, hogy a legegyszerűbb, hiszen aki az utakon közlekedik, az ezzel az üzenettel bír, hogy igen, megtörtént mindez. Van esetleg valami speciális kommunikációs eszköz arra, hogy ezt más jellegű tájékoztatókon oldják meg? Igen, az útfelújítási programnak a érintett szakaszai, ez fenn van a Magyar Közút honlapján is, mindenki számára elérhető, illetve az útinformba bárki bár érdeklődik, betelefonál, illetve honlapot néz, gyakorlatilag adott pontos tájékoztatást tud kapni. Köszönöm szépen.